A Dunajváros megyei jogváros közgyűlésének 2020. június 30-ai rendkívüli nyílt ülését 9 óra 1 perckor megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 megválasztott képviselő közül 14 fő jelen van. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Összesen 12 napi rendi pontról tárgyaltak városunk vezetői a június 30-án megtartott rendkívüli közgyűlésen, a Városháza C-szárnyának közgyűlési termében. A képviselők elfogadták az idei költségvetés módosítását, valamint a tavalyi zárszámadásra vonatkozó rendeletet. A döntéshozók módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet is, emellett a város közterületein a rágcsálók, valamint a fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátását célzó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés is változtatásra került. A képviselők a sodorvonali vezeték rekonstrukciójának műszaki felülvizsgálatával a Centrum Technology Kft-t bízták meg, valamint támogatták, hogy a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás összege szerepeljen a 2020. évi költségvetési rendeletben, mely 2,5 millió forint plusz járadékai. A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a Kandó Kálmán tér közlekedés biztonsági fejlesztése Dunaújvárosban elnevezési projekt kapcsán a Szabolcs Mérnök Iroda Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. A képviselők döntöttek továbbá a Ruhagyári út és Rév út közlekedés fejlesztése című projekt közbeszerzési feladatainak ellátásáról, melyel a DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit ZRT-t bízták meg. Az ülésen szabályzat született a polgármesteri hivatal, az önkormányzat és az önkormányzati intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról is.